Szeptember 22-én a Szent Imre Katolikus Általános Iskola két épületében megnyílt Fecske Orsolya festőművész kiállítása. A művésznő a Szociális Testvérek Társaságának tagja, életét Isten és a művészet tölti ki. Hétfőn reggel 8 órakor az alsó tagozatos épületben, majd 9 órakor az iskola főépületében nyílt meg Fecske Orsolya kiállítása. A nagyobb gyermekeknek Bacsuné Csőke Tünde igazgató helyettes mutatta be a festőművészt. Fecske Orsolya elmesélte a diákoknak, hogy általános iskolás korában döntött arról, hogy festő lesz. Szülei azt szerették volna, hogy valamivel elfoglalja magát, akkor papírt és ceruzát adtak a kezébe. Rajztanári diplomát szerzett, majd Rómában állami ösztöndíjjal a Képzőművészeti Akadémia hallgatója volt. 2003-ban csatlakozott a Szociális Testvérek Társaságához, amely egy szerzetes közösség. Szerzetesi egyenruhájuk nincs, nem kolostorban, hanem kisebb közösségekben élnek, ahol mindenkinek munkája van. Orsolya testvér azt kívánta a gyermekeknek, hogy adjon erőt számukra a hit, Isten ölelje magához a jelenlévőket. A művész életrajzából azt is megtudtuk, hogy művészi eszköztára sokszínű, akvarellel, tussal dolgozik, kedveli a tintarajzot, metszeteket, templomok díszítésére szekkókat, falfestményeket, ólomüvegeket készít. Az iskolában látható képek, akvarellek és tusrajzok. Témájukat tekintve a hithez, a valláshoz kötődnek. Bibliai történeteket, szentek életének jellemző eseményeit, a katolikus vallás jelképeit örökítik meg. Fecske Orsolya itt látható képei elsősorban gyermekeknek készültek, ami a meleg színvilágában és az ábrázolásokban is tükröződik. Barátságos, kedves világot jelenít meg a festőművész, amely fölött az Isten őrködik. A képeken látható szentek mosolygós, vidám emberek. Szent Miklós barátságosan néz a gyermekekre, akiknek az ajándékokat viszi. Szent Ferenc beszélget a madarakkal. Fecske Orsolya alkotásai nagyon sok gyermekeknek szóló kiadványban jelentek meg, és ő maga is azt mondja, hogy a gyermekeknek szóló alkotások állnak legközelebb a szívéhez. A megnyitót követően néhány ügyeskező diák lehetőséget kapott arra, hogy Fecske Orsolya irányításával megismerkedjen a festészet, a festékek, az ábrázolás titkaival.